Köszönöm. Mindenkit most nem sütöm el még egyszer ezt a poént, hogy én is itt a kerekes professzor felsorolásában a legutolsó, most mondtad, rácsálom, de ebéd előtt ez nem mindig már olyan sokáig rácsálni, igyekszem röviden. És akkor ugye annyi, ez itt, amit még fel lehet licitálni, hogy amikor ugye kívánatos dolgokról beszélünk, kicsit én azt próbálnám kiemelni, szerintem, hogy melyek azok a területek, ahol ezt a kívános, pillanatos állapotot a különböző területek szakpolitikái megpróbálhatják egy kicsit a megvalósulás felé terelni. Tudatosan fogalmazott, más is említette itt egy ilyen kutatás eredményeként. És hát a háttér az, hogy ezekben a körökben ismert, forrásvidék, ahonnan elindulunk, hogy milyen gondok van, gazdasági, társadalmi, környezeti. Viszont ez is, amit sokan hát emlegetünk mindig, hogy ugye nem nagyon várható, hogy abban a rendszerben, ahol ezek a problémák kialakultak, ahol a rendszerben ezeket automatikusan lehetne oldani. Tehát ugye ez miatt volt az, hogy a kutatás során úgynevezett alternatívabb paradigmákat próbáltunk gyűjtögetni, és azt megnézni, hogyha belőlük indulunk ki, akkor ez alapján de hogyan próbálhatjuk, lehet esélyünk megoldani ezeket a problémákat. Nem azt jelenti, hogy máshogyan nem lehet, hanem azt is kell tudni, hogy ezek segítségével de hogyan lehet. Persze a végén azt is el fogom mondani, hogy mi miatt ez nem biztos, hogy mégis működik. Tehát itt a kritikával szemben is kritikusak vagyunk. Dolog itt, hogy a Tamás már ezt nagyjából megalapozta, hogy amit is értünk itt egy szubjektív jólét alatt, lehet ezt boldogságként fordítani, vagy másik, de összességében szumma-szummáron múlulról mit gondolunk, tehát fordítva azt, mint máskor sok egyéb indikátorokkal fogunk menni. Az persze egy másik kérdés, ez az örökös kérdés, hogy ennek a prezentációnak is valahol ugye ez a kérdése, hogy lehet-e szakpolitikákkal mesterségesen kívülről valamit boldoggá tenni. Tehát itt ugye most ez a kérdés. Illetve ugye mindezt olyan hát, tudományos irányzatokon keresztül vizsgáltunk, amelyek a növekedéssel szemben valamilyen kritikusak. Ezt az ENSZ-es policy paper-ből, amelyet mondott az elején, hogy ebben konszenzus van. Hát, tehát itt ezekben abban van konszenzus, amit megvizsgálunk, hogy nem, tehát önmagában az anyagi alapú gazdasági növekedés az a szemben kritikusak. Na most, hogy ez a hát, hogy a növekedés egy túli gazdaságnak nevezett dolog, ez ugye mit jelent ezzel szemben már nem? Tehát valaki azt mondja, hogy ez a növekedés lehet, hogy legyen negatív, legyen nulla, vagy legyen akár pozitív, de idézőjelben jó növekedés, káros növekedés. Tehát ugye ezzel kapcsolatban szertárgazók azok a területek, amit megvizsgáltunk. Tehát ugye itt egy, ha már itt ilyen kutatásról beszéltünk az előbb is, tehát egy ilyen szakirodalmi áttekintést végeztünk ilyen kulcsszókifejezések alapján, mint a három visszatérő tényező, az egyik ez a növekedés, kritikusság, a másik az elégedettség, a boldogság, a szubjektívóré, a harmadik pedig a földi erőforrások végessége. És ugye ezek alapján jött ki összesen 60 irányzat, amit kiemeltünk, ugyanis ezek azok, amelyek a leginkább, legszélesebb irodalmi háttérrel jelentek meg ezt az elemzést, hogy nagyon sokféle egyéb alvariáns, vagy egyéb ütő meg nem nevezhető dolog is került. Másféle égvilágunk is, de talán azt lehet, hogy ezek azok, amelyek ebben a körben, ebben a medszerben levő irányzatok közül, a mainstream-ek, amelyeknek ugye szintén itt az angol elnevezésük az viszonylag közismert elfogadott, ugye itt a magyarral helyenként ugye kicsit már ugye megszokta, van néhány, ahol ugye keresjük a kifejezést, hogy mi a legfontosabb megnevezés. Na, és ugye a lényeg, hogy ugye azt próbáltuk megnézni, hogy most ez a prezentációra fókuszál,
hogy hogyha ezekből indulunk ki, akkor ezeknek a mindegy irányzat elképzelünk valami kívánatos célállapotot, és ebből mit merinthet a szakpolitika, hogyha kiindulunk ezekből, hogy mit mondanak, van-e esetleg valami közös, vagy külön-külön egyik vagy másik sugallhat olyan jellegű szakpolitikai tanácsot, ami megfontolandó lehet. És akkor ugye azon túl, hogy beszélünk, tehát a ökológiai korlátokról mindig beszélünk, szemben arra a szociális, mert a környezetpolitikára a szükség, és a környezetvédelem, és azon is lehet, külön minisztérium, vagy külön szervezeti egység, vagy horizontálisan belépüljön a többi területre, de ugye nem is ez a fókusz, hanem egyéb, tehát teljesen egyéb területeken, a vállalkozás, fejlesztés, munkahelyteremtés, mi melyek azok a tanácsok, amit ezek az irányítók vagy direktben megfogalmaznak, vagy ugye az által képviselt dolgok alapján ezt mi tovább gondolhatjuk. Most akkor ebből jelenik ki néhány hát, hogy megállapítás, vagy itt az alap, közös alapértékekről, vagy itt ténylegesen a már a szakpolitikai vonatkozásokat illeti. Tehát ugye itt az alapértékek, ugye ezt utaltam is az előbb, tehát ugye a növekedés, hagyományos materiális alapú növekedéssel szemben, ugye természetesen mindegy kritikus, és hát ugye, itt a személyes növekedésre ugye, helyezik a hangsúlyt, hát ugye ez meg nem nagyon ugye van túl sokat a szakpolitikák környezeti állapot, a védelem megőrzése az itt a törvényben triviális. Ami viszont esetleg, itt már kicsit talán konkrétabb lehet itt a munkához való viszony, munkahelyteremtés, vagy munkapolitika, megtan a kapcsolatban, vagy ezzel összefüggésben. Tehát érdekes dolog, hogy itt a, szintén itt a bevezetőben azt hangzott el, hogy ugye a jövedelmi különbség kiegyenlítése helyett azonos munkáért, azonos pénz, ugye talán ezek voltak itt a megfogalmazott irányok. Ez egy érdekes dolog, hogy ez nem annyira hangsúlyozódik az irányzatokban, de nem erre optimalizálnak, hogy hogyan lehetne szegények vagy mindenkinek a jövedelmét tovább növelni, hanem azt mondja, hogy Tamás is megemlített, hogy oké, persze nyilván a pénz is fontos, de hogy nem a célfüggvényben, célászatok alapján ugye nem feltétlenül ez a legfontosabb, tehát akár ugye, hogy ez lefordítva azt is jelenti, azon túl, hogy a különböző jövedelmi csoportok felzárkózhatásával foglalkozunk, nyilván fontos. Tehát egy másik dolgot emel ki, tehát hogy itt a munka minőséggel kapcsolatban például az egy hasznos dolog lehet, hogyha esetleg olyan foglalkoztatási formákat, szakpolitika, részfoglalkoztatás, egyebek, ami lehetőséget ad ugye sokunk számára. Tehát én kerültem olyan helyzetbe, lehet, hogy más olyan teremben nem, hogy volt olyan rövid távon, és időszakra vonatkozóan, hogy éreztem, hogy most elégedettebb lennék, hogyha egy kicsit kevesebb pénz, egy kicsit kevesebben dolgoznék, ezt nem mindig könnyű megvalósítani, de ez Magyarország nem annyira elterjedt a részmunkaidő. Tehát ezekből az irányzatokból ugye következik például valami ilyesmi is, hogy az erre vonatkozó szabályozás kicsit segíteni, vagy hát ugye itt az utolsóból következhet, hogy hát itt a persze nyitott kapuk bővítésének tűnik, legalábbis én szoktam életét, és akkor a helyi kis vállalkozások, vagy a kis vállalkozásoknál való munkahelyeknek a valamilyen formán terjesztését, hogy nyilván de észre, mert nem vigyázzunk, akkor előbb-utóbb összes nagy vállalatnak is ugye, mikrovállalkozás beszállítói lesznek alkalmazottak helyett, de ugye valami ilyesmiket próbálnak körülhetni ezek a szinányzatok. A vállalkozás fejlesztésben hát szintén ugye, azt próbálják ugye, kiemelni, hogy itt a vállalatok kapcsolatban, hogy hát itt a tömegtermelés helyett a nagyobb elégedettséget biztosít a minőségi egyedi termékek gyártása, fogyasztása, mondjuk ez a gyakorlatban mit jelenthet, akár csak Magyarország példáján, de védjegyek, hungarikumok, egyebek, tehát ennek a politikai megalapozása, támogatása, ez lehet ennek egy példája, egy következménye. Most ugye azt mondják, hogy hát bizonyos iparágak, ágazatok,
kevésbé felelnek meg, kevésbé egyeztetők össze ezek az irányzatok az általuk képviselt célállapottal, mások tehát ez is valahol egy policy jellegű terület is. A helyi közösségek megtartó ereje az nagyon fontos a szubjektív jólét szempontjából. Most persze ezt milyen szakpolitikákkal lehet támogatni, ez egy törökszönött kérdés. Itt ugye különböző egyéb üzleti modellek is felmerülnek, ha jól láttam, akkor most nem akarok belemenni, utána majd Ula fog részletesebben beszélni egy kicsit. Tehát ugye itt is inkább a célállapot van jobb, pontosabban megfogalmazva, mint az, hogy megmondanák, hogy ezt hogyan lehet elérni, de ezek az ötletek ezek ebben az irányba vezetnek. És hogyha ezt megpróbáljuk valahogy szintén ilyen grafikusan összefoglalni, kiemelve azt, hogy a egyrészt a politikáknak mi lehet a szerepe, hát ez az ábra ez megint egy ilyen készenlétes mátrix féleségben belül próbálja itt a áttekintett irányzatokat megvizsgálni. Ugye lehet egy tenger vagy egy dimenzió, ez az ilyen mozgalmi jelleg, grassroots jelleg, bottom-up, alulról fölfelé építkező jelleg, vagy pedig egy ilyen technológia vezérelt, hogy most szereljen föl mindenki a napelemeket a tetőre, és akkor jó lesz, és akkor ugye megoldja a technológiai fejlődés. Ami mentén, itt a kicsit természetesen valamelyest, ugye szubjektív is, hogy elhelyezni ezeket a különböző irányzatokat, hogy honnan indul, vagy merre felé halad. Illetve egy másik tengely, hogy ezt a piaci mechanizmus mennyire segít az ő általunk képviselt, ezek általunk képviselt célállapotot megvalósítani, vagy ugye mennyire van szükség akár saját maguk által deklaráltan, azottan de különböző támogatni valamiféle központi politikákra. És hát az ábra ez hamarabb készült, mint ez amikor kiderült, hogy itt a szakpolitikai jellegű irányokat ugye keresünk, tehát ez nem úgy volt, hogy akkor tegnap előtt még ugye ide mutatott az összes, és akkor most gyorsan kiürült. Tehát ugye lényegében az összes azt képviseli, hogy ez ugye magától nem megy, tehát ugye ez akár ugye nem is feltétlenül a triviális, tehát hogyha mondjuk itt a Green Growth-kor kiindulunk, hát ha mondjuk olvassa az ember a Green New Deal meg hasonló dokumentumokat, ugye először ugye az érzése, hogy hát ez piacorientáltan, hát milyen jó legyenek, hogy jó innovációk, és akkor az nem mindent megold, de hogyha de nem végse, tehát hogy ők azt mondják, hogy hát erre szükség van, tehát támogató politikára, tehát ugye kicsit itt is különbséget tegyünk, a napelem az most ide tartozott, de a napelem az úgy is lehet, a példában egy paradigmaváltás, hogy ez milyen jó, mert sokkal olcsóbb, és akkor mindenki azt veszi, vagy pedig ugye akkor fogja mindenki azt használni, hogyha erre vonatkozóan egy támogató jellegű szakpolitikákat vezetünk be. Na, és ugye kicsit becsapás volt részemről, hogy az összegzés még nem a teljes prezentációnak az összegzése, hanem ezeknek az irányzatoknak kettő kis dia van a végére. Az egyik, ugye azt ígértem, hogy ez szép és jó, meg tényleg gondolunk, de mégis ezeknek a kívánatos állapotoknak az elérésével kapcsolatban azért nagyon sok kritika részben, a gyakorlati részben előtermészetű, felvethető, tehát ugye, hogy ezek ugye mennyire realisztikus irányok, vagy állapotok, tehát amellett, hogy persze szeretnénk ugye természetesen a szubjektív jólétünket emelni, de azt a legtöbb irányzatja maga is felveti, elismerik, hogy hát ennek a megvalósulása, főleg ugye önkéntes alapon, egy demokratikus választott rendszerekben, ez viszonylag alacsony, tehát vannak példák arra, hogy bizonyos körülmények esetén megvalósul jogohatékonyság javulás, önkéntes egyszerűség területén és sok-sok területen, de hogy ez mondjuk egy ország szintjén, rendszer szinten megvalósul volna, hát az nem annyira. És hát van természetesen
itt egy természetes ellenállás, hogy hát főleg olyan országokban, vagy olyan jövedelmi csoportokban, ahol akiknek ugye nincsen még herótjuk elég a gazdasági növekedésből, egy fejlett országban ezt ugye könnyen jelenteni, hogy hát számomra az anyagi javak azoknál fontosabb, és hát itt inkább az elégedettségre koncentrálok. Nálunk is a családban, szóval a személyes példát is kitalálni, egy komoly vita van arról, hogy ugye én, aki elvileg már annyi csoki tehettem életemben, meg volt rá lehetőségem, annyi szerettem volna, most arról nem vágyom rá, vagy nem sok kevesebb úgy eszem, mint régen. Tehát a Gergő, aki 7 éves, ő ezt nem fogadja el, tehát ő nekem még nem volt erre lehetősége, tehát ő szeretne minél többet tenni, és hát ugye erre is, tehát hogy önkéntes egyszerűség, vagy nem növekedés, vagy ilyen. Tehát ezt, hogyha az ember elkezdi magyarázni, mondjuk a 7 milliárd emberből mondjuk 4-5 milliárdnak, aki még nem érte azt át, hogy milyen az, hogy jó, mert nekem már ez elég, most már inkább akkor a lényegi dolgokra koncentráljunk. Na, tehát ugye itt az átmenettel szemben itt komoly rendszerszintű ellenállások vannak, hogyha ugye egy-egy ilyen társadalom vagy növekedésen túli gazdaság az amúgy számunkra, egyének számára is sok előnyt kínál. És ugye summa summarum, ez most már a legvége, tehát ugye fontos, meg jó, meg valószínűleg ugye ez a jólétünket valóban növelhetné, amiket ezek az irányzatok formázok, más kérdés, hogy tudunk átállni. Viszont itt a kritika kritikájának a kritikája a legvégére, hogy kérdés, hogy a legelső diány felvázolt társadalmi gazdasági környezeti kihívásra, tehát van-e az alternatíváknak alternatívája, tehát a jelenlegi paradigma rendszerből erre tudunk-e megoldást találni, nem tudunk, akkor mégiscsak ugye ezeket kell egy kicsit mélyebben megvizsgálni, megvalósítani. Na, az ébresztő az, igen, meg volt beszélve, hogy akkor én akkor már befejezem, akkor fogsz örögni. Köszönöm szépen. Köszönöm.